Ez a kérdezen Nógrádi Györgytől mai adása. Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, a Skype túlsó végén pedig Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok, tanár úr, üdvözöljük! Jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm. Izgalmas lesz a mai adás, ugyanis most, amikor beszélgetünk, akkor 7 óra 23 perc van reggel. A tanár úrnak ez nem probléma, én ilyenkor még aludni szoktam, úgyhogy meglátjuk majd, hogy milyen lesz ez a műsor. Kérjük, hogy tartsanak velünk, és gyors szolgálati közleményekkel kezdenék, amit egyébként át tudnak tekerni a videóban található timecode segítségével. Az első, hogy kérném, hogy amennyiben még nem tették, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra, hogy továbbra is tudjunk értesítéseket küldeni a videóinkról. Másrészt lesznek közös rendezvényeink is, ahova szeretettel várunk mindenkit. November 16-án Soltvadkerten, november 29-én pedig Győrben lesz Ultrahang közönség találkozó. Szeretettel várunk mindenkit, a részletek a www.ultrahang.tv/rendezvények oldalon. Megjelenik Nógrádi Györgynek a legújabb könyve, az 50 év alatt a Föld körül, amely már előrendelhető az Ultrahang csatornáján. Többek között az új naptárkönyvvel együtt ezeket a részleteket megtalálják a videónk leírásában, illetve köszönettel fogadjuk a támogatásaikat is a képernyőn látható bankszámlaszámon és PayPal-on keresztül. Képzeljék el, hogy stúdiót építünk, és a stúdió beruházásának az első fázisa elkészült, és lehet, hogy jövő hét környékén, vagy jövő hét után majd a tanár urat meghívom az Ultrahang stúdiójába, hogy avassuk föl közösen. Szerintem nagyon szép lesz, és az Ultrahang 150 ezredik feliratkozóját ünneplő vacsorára sorsolunk résztvevőket majd szintén a jövő hét utáni héten, úgyhogy még erre is lehet jelentkezni. Ennek a részleteit is megtalálják a videó leírásában. A műsorunk végén pedig majd ismertetjük a játék megfejtést és az új közönségkérdést, úgyhogy érdemes kitartani a műsor végéig, ha addig el nem alszom, de igyekszem továbbra is nagyon fegyelmezetten viselkedni. Vágjunk is bele, tanár úr, akkor menjünk bele néhány kérdésbe részletesen is. A Hezbollah vezetője Hassan Nasr Rálach, ugye pénteken, azaz tegnap kijelentette, hogy az Irán által támogatott terrorszervezet nem fél az amerikai hadihajóktól, és minden lehetőség nyitva áll az Izrael és a Hamász közötti konfliktus Libanonra való kiterjesztésére. Azt is mondta, hogy teljes mértékben Amerika felelős a Gáza és a lakossága ellen folyó háborúért, Izrael pedig csupán a kivégzés eszköze, és hogy aki meg akarja akadályozni a regionális háborút, és ez az amerikaiaknak szól, annak gyorsan le kell állítania a Gáza elleni agressziót. Hogyan lett abból az, hogy a Hamas terroristái megtámadták Izraelt, abból az, hogy ez tulajdonképpen az Egyesült Államok által irányított agresszió? Rendkívül egyszerű, az ülésponton meghatározza az álláspontomat. Amit ön mond, az megint a PR része. Mi a lényeg? Hogy nem avatkozik be, nem nyit második frontot, de leköt rendkívül komoly izraeli erőket. Mi a probléma? Gyakorlatilag elkezdődik egy háború, ahol Izraelt megtámadják. A világ szimpátiája Izrael mellett van, de ha a tegnapi adatokat nézem, hogy közel 10 ezer a halott már a gázai térségben, 32 ezer a sebesült, a világ szimpátiája folyamatosan fordul el. Ha megnézem, az amerikai külügyminiszter egy héten belül másodszor ment el Izraelbe egyeztetni az izraeli vezetőt. Mondjuk. Tehát minél tovább fog ez a háború tartani, annál inkább a lakosság el fog fordulni Izraeltől. Nagyon sok kormány váltott. És hagyd meg valamit, ami nagyon sok embernek nem lesz szimpatikus. De tárgyaltam ausztriai leggazdagabb emberével, és ugyanazt mondtam, amit én, hogy színre lépett a német, aki izraeli bejelentette, aki azt mondja Izraelről, hogy mellette van, de az Izraelnek nem a barátja. Tehát nem tűrik el a kritikát. Nem célzett, amit izraeli képviselője csinál, és ezt nyugat-európában is pontosan észreveszik. Összességében hogy látja a tanár úr az izraeli-hamasz konfliktust, hogy meddig fog tartani? Ezt minden adásban megkérdezem, de ugye ahhoz képest, amit az orosz-ukrán háború elején láttunk, hogy egy ilyen nagyon intenzív, a sajtónak is szóló, nagyon, hát most ez csúnya szó, hogy pörgős, mert nyilván ez azért nem egy mozifilm, hanem egy hadművelet. Itt ugye az izraeliek szinte minden nap bejelentik, hogy újabb szakaszba léptek, miközben nagyon keveset lehet tudni arról, hogy valójában mi zajlik a gázai övezetben.
Kezdjük azzal, hogy a gázai övezet a világ legsűrűbben lakott térsége. Izrael felszólította az izraeli határ mentén lévő Gáza térségébe, de ez leegyszerűsítés élő polgárokat, civileket, hogy menjenek az egyiptomi határ felé, tehát menjenek be a gázai térség déli részébe. Mi a probléma? Rengeteg adat van. Én egyet mondok, kb. 700 ezer palesztin lement. Nincs élelmiszer, nincs víz, nincs szállás. Nagyon sok palesztin nem ment le, vagy nem akart, vagy a ott lévő Hamas nem engedte le. Na most ettől kezdve elkezdődik egy háború. Én a tegnapi adatokat ismerem, nyilván lehet módosulás. Eddig 18 izraeli halt meg, lehet, hogy ez a számára 20-22-re fölmegy. Mit csinál Izrael? Szisztematikusan elfoglalja a Gázát azzal, hogy a Hamas teljes vezetésével leszámoljon. Meg tudja ezt csinálni? Igen. Tud katonai fantasztikus sikert elérni? Igen. Mi a probléma? Hogy ezzel, és amit mondok, megint rengeteg sértődés lesz. Semmi nem oldódik meg. Izrael egész történelme azt bizonyította, hogy katonai győzelmek tömegét alkotja politikai sikerek nélkül. Én ugyanezt látom most. Ki lehet, nagyon csúnya szó, amit mondok, írtani a Hamaszt? Igen. De az összes többi fronton minden megmarad. Nincs kibékülés a palesztinok és izraeliek közt. Én nem gondoltam át, amit az amerikai külügyminiszter mondta, értékelni nem tudom, elmondani tudom. Blinken azt mondta, legyen két állami megoldás. Nem tudom, hogy ez nem megkésett terve. Még egyszer, nem tudom. Át kéne gondolni, ez idő kellene. Mit látok? Hogy a stratégiai kérdésekben nincs közeledés. Oké, Gázából ki lehet zavarni a Hamaszt. Oké, mi lesz Gáza sorsa? Itt rengeteg terv van, én ezeket végigolvastam. Mi lesz az ott élő palesztin civilek sorsa? Befogadja őket Egyiptom? Tegnapi adatok szerint nem, miért fogadná be? Tehát meg fog oldódni a Hezbollah kérdése? Nem. Megoldódik Cisjordánia? Nem. Jordánia, amelyik mindig óvatos volt, most azt kérte, hogy Izrael ne küldje vissza a nagykövetét. Ők hazarendelték Izraelből a Jordán Királyság nagykövetét. Tehát én azt látom, hogy miközben Izrael lépésről lépésre katonailag sikeresen megy előre, szokás szerint politikai megoldás nincs. Vannak, akik azt mondják, hogy még azon arab országok vezetői, akik inkább nyitottak volna Izrael felé, vagy nyitottak is az elmúlt években, ők is jelenleg kénytelenek engedni az utca hangjának. Az utca hangja pedig azt mondja, hogy Izrael elnyomó, támadó agresszor le Izraellel, és hogy ugye sokan próbálták kideríteni, hogy mire gondolt Erdogan a múltkori nyilatkozatában, amiről mi is beszéltünk, ugye a félhold és a kereszt háborújáról, de hogy sokak szerint ez is inkább a közönségnek szólt, a muzulmán közönségnek, de ezzel párhuzamosan például a háttérben zajlódhatnak-e békülési tárgyalások Izrael és az arab országok között, illetve hosszú távon az a fajta békésnek tűnő helyzet, akár Egyiptommal, akár ugye már közeledtek Szaúd-Arábiával is egymáshoz, ez fenntartható-e a jövőben? Válasz az, hogy remélem, hogy igen, de erre garancia nincs, és van egy nagyon csúnya dolog, én is hallottam, tehát nem a saját ötletem. Mi történik akkor, ha Hamas egy rendkívül tudatos csapás mért Izraelre, ahol tudta, hogy a következmény az lesz, hogy őt szétverik, hogy verik szét, azt nyilvánvalóan nem tudta. Nekem itt egy nagyon fura dolog volt, hogy Izrael bejelentett, hogy egy éve nem hallgatja le a Hamas egymás közti telefon beszélgetéseitben, nem volt bennük értékelhető adat. Hát én kettőt nyeltem, ők a szakértők, én csak egy hülye egyetemi tanár vagyok. De mi van, ha a Hamas azzal számolt, hogy az izraeli ellencsapás következményeként az arab országoknak ott kell hagyniuk a megállapodást Izraellel. Még egyszer, nem a saját ötletem, tegnap mondta valaki, aki ráadásul nem is szakértő, idézőjelben az utcaembere. Át kellene gondolni, hogy volt-e ilyen Hamas stratégia. Hogy lehet az, hogy a Hamaszt profi módon fölkészítették? Úgy támad, hogy Izrael amerikai hírszerzés, senki nem vesz észre, a háború következményeként Izrael szokása szerint visszacsap, és ennek következményeként a jól működő, beindult arab-izraeli sikeres tárgyalások megszakadnak. Tehát ez is elképzelhető, ez megint egy olyan pakli, amiben minden benne van. Tehát ma az utca emberek követeli az Izrael ellenél föllépést. De nagyon érdekes, az amerikai képviselőházban van egy palesztin hölgy, aki képviselő, az első egyetlen palesztin képviselő. És neki ment az amerikai elnöknek, hogy miért Izrael barát. Nagyon sok képviselő Brüsszelbe aláírta, hogy von der Leyen Izrael barát. Szerintem nem az, de ez egy más kérdés.
Tehát látszik, hogy az utcaembere mozog, érzelmeket vált ki ez a háború, és nem a politika és a diplomácia szintjén vannak a megoldások, hanem az utca szintjén. Lásd, amerikai egyetemek. Eközben az NBC News-nak nyilatkozott a Hamas egyik magasrangú tisztviselője, Gazi Hamad, aki azt mondja, hogy teljesen készek egy teljes körű kompromisszumra, amelynek keretében mindkét fél elengedi minden fogját. És ez azért érdekes, mert eztre akkor lenne hajlandó a Hamas, ha Izrael elengedni az összes börtönben lévő palesztin, ez a gyakorlatban több ezer főt, óvatos becslések szerint is nagyjából 5000-et jelentene. Belemehetne Izrael egy ilyen fogolycserébe, és még egy érdekes dolog van, hogy ugye most az izraeli túszoknak a helyzete azért rendkívül nagy terhet ró a társadalomra, és a hadseregnek is nagyon nehéz úgy mozogni, hogy közben tudják, hogy bármilyen lépésükkel túszok halhatnak meg. Nem érné meg ez a csere még ebben az aránytalan számadatban is? Hát erre megint van egy pró és egy kontraérv. Az egyik érv az, hogy egy izraeli fogolyért cserébe Izrael kiengedett 1000-valahány száz palesztin börtönökből pár évvel ezelőtt. A másik az, hogy ez az 5000 ember elítélt, hogy jogosan ítélték el, ezt én Budapestről nem tudom megmondani, nem is akarom. De nyilvánvaló, ha Izrael ezt megteszi, azt jelenti, hogy Izrael zsarolható. A másik, hát itt börtönben lévő emberekről van szó, és szerencsétlen elrabolt foglyokról, nőkről, gyerekekről, öregekről, és katonákról. Tehát meggyőződésem szerint óriási nyomás megy Izraelre kívülről, és a eltérített izraeliek családtagjaitól, de ha Netanyahu ebbe belemegy, ez számára óriási presztízsveszteség. Második. Oké, holnap reggel kiengedik a foglyokat mindkét oldalról. És mi történik Gázával? Hát az izraeli csapatok benn vannak. Most, amikor Gáza egy részét elfoglalták, akkor mondják azt, hogy csókolom vissza, foglyok. Nyilván Izrael politikai életét a foglyok helyzete nyomja, de ha egyszer merek nem úgy beszélni, hogy PR, hanem valóság, akkor ma a hadműveletek sikere, bocsánatot kérek, fontosabb, mint a foglyok élete. Mindent meg fognak tenni a foglyok kiszabadításáért. Senki nem tudja, hogy eddig hány foglyot végeztek ki, vagy hány fogoly halt meg az izraeli bombázások, tüzérségi csapások következményeként. Tehát ma a foglyok második helyen vannak, az első a katonai siker, de ezt soha egyetlen vezető nem fogja elmondani, mert aki ezt elmondja, az megbukik. Néztem, hogy ön fölnézett, támad a Hamász? Nem, hanem kopog az eső az ablakon, és azt néztem, hogy be van csukva. Hamász, hogy öreg vigyázz, hogy igen, azt néztem, hogy vajon mi hallatszik ebből be, de szerintem semmi. A foglyok esetében még egy dolog eszembe jutott, hogy nyilván az a becslések szerint 5000 ember, aki börtönben van a palesztinok oldaláról, azok nyilván nem a legártatlanabb emberek, tehát ha még most 5000 ember kiszabadulna, az akár komolyabb veszélyt is jelenthetne Izraelre. Ez nem jön nehéz, mert Izrael azt mondja, hogy ezek törvényesen elítélték. Nyilván a Hamas és a többi palesztin mozgalom pedig azt mondja, hogy ezeket ártatlan csukták le. Nyilván a igazság mindig a kettő közt van. Nekem itt is van egy problémám. Holnap reggel kiengednek 5000 ember. Hova? A gázai térségben, ahol később vagy lövik őket, Cisziordániából a feszültség óriási, Libanonban, ahol a polgárháború sújtotta ország, nem akar több menekültet. Hova? Tudom, elmennek távoli pontokra, de a távoli pontokról az emberek a történelemben mindig visszatértek. Tehát itt rengeteg technikai kérdés is lenne, de én ezt az egészet nem tartom aktuálisnak. Ugye az is nagy kérdés, hogy mi lesz majd a gázai övezetben, Izrael elfoglalja egy részét, és akkor utána ott marad, vagy egy senki földjét hozott létre. Azért ilyeneket lehet hallani, hogy Egyiptomnak is folyamatosan felajánlják a gázai övezetet, vagy az ottani felhatóságot, csak köszöni szépen, nem kéri. Egy elég bonyolult ügy, ez egy elég kis területen. Hát ez azt jelenti, hogy egy, létrejön az önálló palesztin állam Cisziordániából és Gázából, de a két terület nem érintkezik egymással. Lehet ilyeneket olvasni, hogy alagutakkal összekötik. Meg hidakkal. Erre annak idején azt mondta, talán szer, nem tudom, milyen lejöhet-e adásba, hogy kitörhet a háború, ha a hídról egy palesztin lepisilés egy izraeli talál el. Tehát ezek akkori ötletek voltak. A kérdés, mi lesz a háború után? Mi lesz Gáza sorsa? Mi lesz a palesztin mozgalom sorsa? És megint mondok valamit, ami nagyon csúnya. Ma az arab országokat a palesztin kérdés periférikusan érdekli.
Ha én megnézem a valóságban a szaudi politikát és nagyon sok egyébet, mindenki vigyáz arra, hogy a saját lakosságát ne próbálja saját maga ellen ingerelni, ezért kiáll a palesztinok mellett papíron, de a valóságban nem. Tehát ma az arab világ jelentős része számára a palesztin kérdés másodlagos, harmadlagos, x-szeres leértékelődött. Ebben benne van az, hogy a palesztin mozgalom nem tud egységesülni. Elnézést, más mond Abbas, más mond a Hezbollah, más mond a Hamas. Tehát mindenki más mond, és ehhez jönnek a kis mozgalmak, amelyek szeretnének maguknak helyett a nap alatt bevételt, hatalmat, pénzt, stb. Tehát a palesztin mozgalom sem egységes, ahogy az izraeli belpolitika sem. Viszont az utca hangja jönne itt újra, és Európában, hogy most pont egy friss hír van előttem, hogy tegnap 3000 tüntető vonult végig Essen belvárosában hangos Allahu Akbar kiáltásokkal, és akkor ott például azt mondták, hogy a világ összes muszlimjának össze kell fogni a palesztinokért, Allah is így akarja. Tehát minthogyha az arab világ, az átlag ember, meg az átlag, nem, ez nem jó szó, ez az átlag muszlim, de hogy a muzulmán világnak egy nagy része tényleg egy összefogást sürgetne palesztinért, miközben láthatóan a palesztin menekülteket senki nem akarja befogadni, és láthatóan azért nem mennek tömegek a gázai övezetbe se felszabadítani a palesztinokat. Hát itt a PR. Bocsánat, itt van megint a PR. Másik, német politika. Én nagyon szeretem a Frank-Walter Steinmeier államfőt. Ő elment a volt német gyarmatokra. Németek a első világháború végén, mint vesztesek, minden gyarmatot elvesztettek, és újra bocsátott ki 105 év után. Lehet, hogy célszerű, át kéne gondolni. Három országot érintő körútra ment a német kancellár Afrikába. Nem tudta elérni, hogy visszafogadják azokat az afrikaiakat, akik ezekből az országokból jöttek, és nem találják a helyüket Németországba. Németország ezer sebből vérzik. Kiment 3000 ember az utcára, eszembe, oké. Mi a válasz? Elnézést, én ma reggel már végignéztem a német híreket. Mit mondtak? Hogy ettől kezdve évi 200 000 ember jöhet be Németországba, ennyit ő határozott meg a kormány és az ellenzék együtt. Meg tudják csinálni? Én kívánom, hogy igen, és azt mondták, hogy túl attraktív Németország a migránsok számára, mindenki ide akar jönni. Nagyon csúnya, amit mondok. Tegnapi fölmérés. 1 millió ukrán menekült él Németországba, 20% hajlandó dolgozni, 80% szociális segélyből él. Na most ebből le lehet vonni következtetéseket, csak azok nyomdafestéket nem tűrnek. Tehát igen, ma Németországba kiment eszembe tegnap 3000 ember az utcára. Oké. Hogy reagált a német politika? Azt mondták, a német történelmi múlt miatt ők kiállnak Izrael mellett, igen, de fenntartják a jogot a kritikára. Na most ezek megint nehéz kérdések, mert az izraeli nagykövet számára ez meg elfogadhatatlan. Tehát én nem látom a megoldást. Még egyszer, katonai győzelem Gázában lehetséges. Semmit nem fog megoldani. És ahogy ön mondja, mi lesz Gáza sorsa? Egyiptom nem akarja átvenni. Izrael meg tudja szállni, igen, de óriási költségekbe kerül, és nem hiszem, hogy célszerű. Független lesz Gáza egy palesztin állammal? Erre van nincs válasz. Na jöjjön egy újabb érdekes hír, egy olasz lap beszámolója szerint a Hamász egyik prédikátora Yunis al-Astal nemrég arról beszélt, hogy a terrorszervezet következő célpontja a katolikus világközpontja Róma lehet. Azt mondta, hogy Allah akarata szerint Rómát hamarosan elfoglaljuk, ugyanaz fog történni, ami Konstantinápolyjal történt, ahogyan azt Mohamed próféta megjövendölte, és Bassam Naim, a Hamas egyik vezetője már korábban is tett olyan kijelentéseket, hogy Oroszország a palesztin nép agresszora, azóta pedig egyre több iszlám terrorista fenyegetőzik, meg fogjuk hódítani Rómát. A tanár úr nevetett, ebből azt feltételezem, hogy nem veszi túl komolyan ezeket a fenyegetéseket. Nem, én azon nevettem, hogy ma 5:30 reggel fölkeltem, és végigolvastam a híreket, és ez is benne volt. Elnézést kérek, hát ha az olasz kormány meg tudja csinálni, lezárja a határait, és attól kezdve Rómába turistaként lehet jönni. Jelenleg Róma tele van migránsokkal, ezek döntő része
fekete gazdaságból, szürke gazdaságból él, rendkívül kevesen tagozódtak be az olasz gazdaság életébe, és az ő eltartásuk óriási terhet jelent. Na most azt, hogy egy hitszónok bármely vallása nevében a világon mikor, mekkora baromságot mond, hát ez az 24 órát a világ ráfigyel. 24 óra után azt nem tudják, megjegyeztem a nevét, Asztalnak hívják, hogy ki a csoda ez az ember, de 24 órát fel tudta hívni a figyelmet. Mit fog csinálni az olasz titkos szolgálat? Semmit. Nincs jelentősége. Ott vannak az alvúgynökök Rómában? Igen. Ott vannak Olaszországban? Igen. És ott vannak Európa minden országában? Igen. Ez a probléma. Akkor ez el azt mondja, hogy a Hamász alvúgynökei jelen vannak Európa országában? Én nem azt mondtam. Én azt mondtam, hogy a világ számos titkos szolgálatának és politikai rendszerének az alvúgynökei itt vannak. Elnézést, a magyar titkos szolgálat közé tette a jelentést a Balkánról. Kiderült, hogy ma élet-halálharc folyik az afgánok és a marokkóiak közt. Nem elvekért, kiviszi a migránsba Nyugat-Európában, mert ez óriási pénz. A pénzből lehet lopni, a pénzből lehet fegyvert venni, és a pénzből lehet terrorista mozgalmakat támogatni. Ugye a magyar titkos szolgálati jelentésben az is van, hogy a Hamászhoz, az iszlám államhoz, meg az Al-Qaidához kötődő terroristák, hát olvastam ilyen cikket, ami fogalmazott, hogy ostromolják a magyar határt, de akkor ez azt jelenti, hogy ezek a terrorszervezeteknek a különböző tagjai tényleg nem csak az adott térségben működnek, hanem akár nagy létszámban is itt vannak Európában? Persze. Hát ha megnézem azt, hogy az afgánok, akik a Balkánon az emberkereskedelmet lebonyolítják, azok korábban vagy valamilyen beosztást viseltek a tálib rendszerbe, vagy közvetlen kapcsolódnak a tálib rendszerhez. Igen. De akkor ezzel azt mondja, hogy a szervezetbűnözés és a terrorizmus az akár, tehát hogy lehet, hogy valaki főállásban szervezetbűnöző, aztán mellékállásban egyszer majd terroristaként felrobbantja magát? Gyakorlatilag a kettő összefügg, összeér, persze. És nagyon nehéz megmondani, hogy mikor valaki szervezetbűnöző, és mikor valaki terrorista. De ugyanarról a szervezetről, ugyanarról a célrendszerről van szó. És a stratégiai cél Európa gyengítése. Ezt megint senki nem meri kimondani. Na, egy újabb hír, hogy van Zelenszkinek kihívója, méghozzá Olekszij Aresztovics, az elnök tanácsadója. Szerintem a tanár úr ezt a hírt volt is olvas. Volt tanácsadója, és már megindult ellen a rendőrségi vizsgálat. Ugye azért vicces, mert ő az egyik legkeményebb kommunikációs vezető volt még az orosz-ukrán háború kiterülésekor, aztán egyszer távoznia kellett, amikor valami rakéta becsapódásról mást mondott, mint ami az elvárt volt, és utána nagyon sértett volt, és azóta folyamatosan kritizálja az elnöki rendszert, és most bejelentette, hogy indul az elnöki székért, és bemutatta a 14 pontos választási programját, amiben többek között az van, hogy területet a békéért, illetve hogy legyen vége a háborúnak, az van a programban, hogy hajlandó lenne lemondani az oroszok által elfoglalt területek visszafoglalásáról, ha Ukrajnát fölveszik a NATO-ba. Mit szól a tanár úr Aresztovics indulásához? Hát jó lenne, ha valami alapiskolát ez az ember elvégezne. A második megjegyzésem. Egy ellenzéki politikus mindig nagyot kell, hogy mondjon. Harmadik, nem lesz jövőre a jelenlegi tudásunk szerint Ukrajnában a választás. Negyedik, abban a percben, hogy azt mondta, hogy területeket hajlandó feladni, megindult a vizsgálat ellene, hogy természetesen hazaáruló orosz kém, stb. Tehát a legkisebb súlya sincs, ő is egy 24 órára szélre lépett ember, ugyanúgy, hogy a túloldalon az asztal volt. Akkor nem gondolja azt a tanár úr, hogy Aresztovicsnak akár esélye is lehet Zelenszkivel szemben? Zelenszkivel szemben annak lesz esélye, akit az amerikaiak kijelölnek. És nem gondolja, hogy Aresztovics az? Nem látom, hogy miért kellene őt kijelölni. Társadalmi bázisa nincs, elfogadósága nincs, ismertsége nincs, tehát nem. Én arra vagyok kíváncsi, hogy az USA mikor fog megállapodni az oroszokkal a ukrán békéről, és annak milyen személyi következményei lesznek. Én ma ennek az úrnak semmilyen esélyt nem adok, de a politikába bármi és az ellenkezője természetesen megtörténhet. És a tanár úr a nemzetközi mozgásokat elnézve lát arra esélyt, hogy belátható időn belül egyáltalán a nyílt színen is tárgyal egymással az USA és Oroszország a háború lezárásáról?
A válaszom az, hogy nem kell a nyílt szín, de folyamatosan tárgyalnak, és a Biden szeretné a jövő évi választásokat megnyerni, ahhoz neki béke kell Ukrajnába. Ha megnézem azt, hogy ma két képviselőházban milyen viták vannak, ha megnézem azt, hogy Biden mennyire beteg, mennyire alkalmatlan, akkor ez megint olyan, hogy a pakliba belefér. Tehát attól függ, hogy a béke arcát, vagy a hatalom erő arcát akarja sugalni, és hát még egyszer, hát hihetetlen az, hogy a demokrata párt képtelen egy normális elnökjelöltet kiállítani. Ugye Putyinnak is választások lesznek jövőre. A kérdés, hogy vajon ő politikailag milyen stratégiát folytat, még a választások előtt le akarná zárni ezt a háborút, vagy azt mondja, hogy ez így a választásokig el tud üzemelni, utána meg akár egy nagyobb mozgósítás is lehet. Mi lehet itt a stratégia? Gyakorlatilag Putyin is várja, hogy mi történik. A vad nyilatkozatokat ott a Medvegyev adja, aki azt mondta, kell megsemmisítik Lengyelországot, mondta tegnap, ami Medvegyev szellemi állapotára is utal, ugyanis Lengyelország, ha jól emlékszem, a NATO tagja, tehát ezek a kijelentések szintén nem túl okosak. A másik megjegyzés, hogy Oroszországban is elkezdődött a vita, hogy ha Ukrajnában nem lesz elnökválasztás, legyen elnökválasztás Oroszországban. A következő az, hogyha Putyin indul, akkor nyer, tehát a legkisebb kétségem sincs, és logikailag utána csinálhat egy mozgósítást. Csak kérdés az, hogy akkor hogy fog állni az amerikai elnökválasztás, és ki mit ígér Putyinnak, és Putyin mit ígér az amerikaiaknak. Eközben Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök azt mondja, hogy a csütörtök esti videóbeszéde van most előttem, hogy Oroszország fokozatosan húzódik vissza a Fekete-tenger keleti vizeire, Oroszország fokozatosan elveszíti uralmát a Fekete-tenger felett, és vissza kell vonulnia a keleti részekre. Úgy tűnik, hogy Zelenszky még mindig optimista. Vagy aki írja a beszédeit, az nem nézi a politikai híreket, és hülyeségeket ad a államfő szájába. Nem tud mást mondani, elnézést. Hát tessék megnézni azt a hivatalos ukrán adatok szerint, ami természetesen hazugság. Már több mint 300 ezer orosz halt meg a fronton. Mindig elmondom, hogy egy halottra három sebesült jut, az 900 meg 300 ezer, 1 millió 200 ezer orosz. Szó nincs róla. Tehát a Zelenszky naponta mondja ezt. Nekem az is fura, hogy Ukrajnában ma a legkisebb ellenzéki sajtó nem lehet. Ellenzéki pártok nem lehetnek, mindent betiltanak. Tehát ezek után az, hogy a Zelenszky népszerűsége zuhan, azt mutatja, hogy a lakosság elfáradt, elege van. Zelenszky, amit ígért, nem tudja tartani. Én tudom, hogy egyszer már mondtam, de körülbelül egy hete azt mondta Zelenszky, ő kiadja a parancsba, hogy mostantól napi 500-tól 1000 méter kell az ukrán csapatoknak előre menni, nem mennek előre. Az ukrán vezérkari főnök bejelentett, hogy csak védelemre alkalmas az ukrán hadsereg támadásra, nem, Zelenszky neki ment. Tegnap leváltották az ukrán különleges erők parancsnokát, helyére egy teljesen más ezredest tettek, és a ukrán különleges erők parancsnokát betették különleges feladatokkal a titkosszolgálatba. Tehát az egész ukrán rendszer úgy, ahogy van, nem működik. Ezt Európa úgy, ahogy átlátja az USA mai vezetése, abban bízik, hogy Ukrajna képes lesz a háborút megfordítani, nem lesz képes. Van egy felmérés, a századvég alapítvány készítette, 28 uniós tagországra terjedt ki ez a közvéleménykutatás, amely szerint az európaiak a háború lezárását várják el a vezetőiktől, és nem annak finanszírozását. Ebben a kutatásban 30 ezer felnőtt korú embert kérdeztek meg, és ebből az derült ki, hogy a háború azonnali lezárására vonatkozó álláspontok közül a legmagasabb az Magyarországban volt ennek a támogatottsága, 89%, Görögország 87%, Málta 86%, Ciprus és Szlovénia 85-85%. Ugye azért érdekes, mert azt is gondolhatnánk, hogy akik Ukrajna szomszédjában vannak, azok támogatják leginkább a háború lezárását, és Magyarországot leszámítva a többi ország ugye az inkább déli országnak számít, amennyire így a térkép előttem van reggel. Szóval, hogy mit olvas ki a tanár úr ezekből az adatokból? Az, hogy Európa jelentős részének elege van a háborúból. Hát két nappal ezelőtt kapott egy átverős telefont a Meloni hekkerektől. És hát a Meloni is azt mondta, azt hitte Afrikai Unió vezetőivel beszél, és azt mondta, hogy elege van az embereknek az ukrán háborúból. És teljes mértékben igaza volt. Egyébként jók, a Vovan és Lexus úgy hívják a két hackert, akik gyakorlatilag már szinte a fél világvezetést átverték, hogy ezt egyébként hogy tudják úgy megcsinálni, azóta se gondolja senki, hogy,
hogy ők hackerek? Nem tudom. Én mindig elmondom, ha valamit nem tudok, őszintén bevallom. Nem tudom, honnan van meg nekik a Meloni közvetlen száma. Nem tudom, hogy kerülnek hozzájuk olyan telefonszámok, amelyek államtitkok. Vannak sejtéseim, hogy esetleg valamelyik titkosszolgálat vagy politika mögöttük áll, de ezt bizonyítani nem lehet, és az ember kimondaná, akkor azt mondanák, hogy ez aljas mocskos rágalom. Rendkívül ügyesen csinálják, és a félvilág ezen szórakozik, de ettől a politika lényege nem változik. De egy kicsit olyan érzése van az embernek, mintha tényleg így az egész világot hülyére vennék, és megmondom őszintén, igen, hogy én rendkívül jól szórakozok ezek. Igen, igen, de ez ettől még a politikát nem alakítja, de szórakoztató. És az információs hadviselésnek egy komoly részét alkotják ezek a hackerek. És ettől kezdve föl kell készülni, hogyha nekik sikerült, akkor másoknak is ugyanezek a trükkök sikerülni fognak. Így van. Ha tudnak németül, akkor felhivatom velük a tanárurat. Nem tudom, lehet-e ilyet rendelni. Na, hallgatói kérdésekkel folytatnánk. Tisztelt szerkesztőség, tisztelt tanár úr, három kérdésem lenne. Egy, a baráti társaságomban szóba került az a kérdés, hogy ha le van zárva a déli határ, mégis milyen szintű védelmet nyújt, hogyha a szlovákokhoz innen Magyarországról tudnak menni a migránsok? Gyorsan válaszolok. Egy, a magyar déli határ le van zárva, ezért az átjönni akaró migránsok döntő részét fel tudjuk tartóztatni. De én végigjártam most a déli határt, és végigjártam a túloldalon, a déli határt a túloldalon, és Szerbiában a déli határon embertömegek vannak, várják az átjutást. A magyar határon, magyar oldalon egy-egy embert láttam, tehát a töredék töredékének sikerül átjönni, és ők mennek tovább. Merre? Vagy próbálnak kijutni Ausztria felé, osztrákok zárják a határt, és azt mondják, ez a szárnyas kapu, ez a határkerítés csodálatos osztrák neve, vagy mennek északra, hiszen a szlovák határt lehetetlen védeni. 24 órát úgy nézett ki, hogy a szlovák hadsereg egységei oda mennek, de nem mennek oda. Észlovákián keresztül próbálnak tovább menni Csehországba, Lengyelországba és onnan Németországba. Tehát máshogy fogalmazva, a migránsok megindultak. Ezt ma a mai rendszerekkel föltartóztatni nem lehet. Most a németek hoztak ilyen határozatot, hogy 200 ezer embert engednek be évente. Hogy ezt meg tudják-e csinálni, nem tudom. Én remélem, hogy igen, de fogadni nem mernék rá. A második kérdés, minden hírcsatornán visszahallom, hogy a hadipar kétszeres áron kínálja termékeit, mert nem emeli meg kapacitásait, de egy szóval sem halljuk, hogy a hazai hadi, de egy szóval sem halljuk a hazai hadipart a hírekben. Lehet-e tudni arról, hogy akár a lőszergyártóink mennyi jövedelmet szereznek, és ami a legfontosabb, exportból vagy helybeni felhasználással? Amit kérdez, az állami titok, katonai titok, tehát én nem válaszolhatok. Néhány évig én voltam a hadipar elnöke, tehát valamit az éhez nem túl sokat, de értek. Ma a világ bármely hadipara, beleértve az USA-t, akkor tud sikeres lenni, ha el tudja adni a termékei külföldre. Van néhány ország, USA, Kína, Oroszország, amelyik óriási felvevőpiac, de az összes többi ország, beleértve Magyarországot, csak kooperációban képes sikeres hadipart működtetni, tehát alapvető cél a gyártás, a minőség és az export. És a harmadik kérdés, Azerbajdzsán pedzegeti egy korridor felállítását Irán irányába, elképzelhetőnek tartja-e egy egyetemi előadás keretében a tanár úr, hogy az azeriek mögött nem pusztán Törökország áll, hanem mondjuk az USA is, akik Iránt egy két frontos háború rémével kívánják sarokba szorítani, főleg most az izraeli események tükrében. Tisztelettel kívánok további jó hétvégét, üdvözlettel, Marcel. A kérdésem nagyon jó, 24 órával ezelőtt bejelentették, hogy iráni küldöttség volt Törökországba. Kiegyeztek, és az iráni államfő el fog menni Törökországba. Abba percben, ha sor kerül egy török-iráni stratégiai együttműködésre, az egész azeri-iráni kérdés teljesen más tartalmat fog kapni. Köszönjük egy újabb kérdést, tisztelettel üdvözlöm Nógrádi György urat. A kérdésem, azt hittem, Oroszország lényegesen nagyobb hadsereggel rendelkezik, amivel könnyedén győzhetnének. Szándékos, hogy csak egy kisebb haderőt vetnek be a harcokban, vagy tényleg csak ennyire képesek? Tisztelettel és köszönettel egy laikus tanár. Jó, hát én meg egy laikus egyetemi tanár vagyok. A válaszom az, hogy a orosz hadsereg jelentős részét mindmáig nem vetették be a háborúba.
ez egy állóháborúhoz elégséges, a győzelemhez nem. 600 millió fronton folynak a titkos tárgyalások amerikaiak oroszok közt. Nagyon sokszor elmondtam, hogy Ukrajna alárendelt szerepbe került. Ma Oroszország számára az, hogy a négy területből, ahol részben oroszok élnek, a jelentős részt elfoglalta. A Krim kérdése katonailag szóba se jött, ez orosz stratégiai siker. Jelenleg mindkét fél vár, mindkét fél fegyverkezik. Európa folyamatosan teret veszít, orosz-amerikai tárgyalások folynak, orosz-kínai kiegyezés megtörtént, és az oroszok nagyobb katonai erőt nem vetettek be. Viszont a Wagner csoport éreját kinevezték, a Wagner fiát, a Pavelt, Wagner fiát, a Primozsin fiát, nem hiszem többet, bocsánat, korra reggel, Pavel Prigozsint. Ez egyébként azt jelenti, hogy a Wagner csoport továbbra is életben marad, létezni fog és működni fog? Igen, kérdés az, hogy ez a fiú képes lesz-e úgy működtetni, hogy az apja tudta. És az, hogy Pavel lett a Wagner új vezetője, igen, nem a Prigozsin új vezetője, hanem a Paveli, nem a Wagneri, nagyon jó, ehhez kellett Putyin jóváhagyása? Biztos, hogy igen. Papíron nem, valóságban igen. És ha megfigyeli, már a Wagner bejelentette, hogy szállítanak fegyvert a Közel-Keletre, mire az orosz elnöki szóvivő bejelentette, hogy ebből egy szó sem igaz. Itt látszik, hogy nem hangolják össze a PR tevékenységüket. Nagyon jön újabb kérdés. Tisztelt tanár úr, két kérdésem lenne önhöz. Egy, mi a véleménye a lengyel választásokról? Hát az, hogy a kormánypárt eltolta. Tehát az, hogy az összes ellenzéki párt össze tudott fogni, ez azt jelenti, hogy ők ezt rosszul csinálták. Egy, kevesebb szavazatot kaptak, mint reméltek, kettő, hogy a négy pártból eddig egyikkel se tudtak összefogni. Ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet számukra. Elnézést, én egyszer elmondtam, 1969-ben német választás már nyerte a CDU-CSU, de nem volt abszolút többsége az SPD második helyről. Azt mondta a liberálisoknak, mindent megkapnak, álljanak melléjük. A liberálisok melléjük álltak. Mit kértek? Külügy, alkancellár, államfő, mindent megkaptak. Ezt most nem tudták megcsinálni, a Kaczynszkijék, nem tudom, hogy miért. Még minden az ő kezükben van. Nem éltek ezzel a lehetőséggel. Számomra fölfoghatatlan, hogy aki a politikában van, ilyen stratégiai hibákat követel. És a második kérdés, Szlovákia déli határán erősödik a migráció. 2021 és 22 között rengeteg balesetet okoztak a környékemen, mivel Ipolyságtól Szetéig nem az Ipoly a határ, ezért itt könnyű átkelni. Ön szerint mivel lehetne ezt megakadályozni? Válaszát előre is köszönöm, tisztelettel Zselízről. A válasz az, hogy egyetlen dologgal az Európai Unió külső határait védenénk. Papíron védjük, a valóságban nem, mindaddig, amíg valós védés nincs, addig ezt a kérdést nem lehet megoldani. Mindaddig, amíg Európa nem vállalja föl a határvédelmet, addig ez a kérdés egy kiváló beszédtéma lesz, de nincs megoldás. Köszönjük szépen, ezek voltak akkor a hallgatói kérdések, és most a tanár urat kérném, hogy ismertesse a játékunknak a végeredményét, megfejtését. Hát én egy nagyon számomra egyszerű kérdést írtam legközelebbre. A kérdés, hogy kezdjem azzal, a világ melyik országát hagyja el a legtöbb ember, és lesz belőlük valahol másodmigráns. Tehát olyan választ kérek, egy ország nevet, mit tudom én, Izland, Grönland, Kolumbia, csuda tudja. Tehát melyik az az ország, ahonnét a legtöbb ember kimegy, elmegy? Most napjainkban. Igen. Erre a kérdésre 2023. november 17 éjfélig lehet válaszolni a www.ultrahang.tv/játék oldalon, és fontos, hogy itt játszanak, ugyanis azokat tudjuk kisorsolni, akik a www.ultrahang.tv/játék oldalon keresztül küldik be a megfejtést. Na de mi volt az előző kérdésünknek? Az előző kérdés az volt, hogy megjelentek a szovjet rakéták Kubában, mi volt az amerikai válasz? Az Egyesült Államok hajókkal körbevette Kubán, hány hajó vett részt ebben a műveletbe. A helyes válasz 183. Én javaslom azt, hogy egy tolerancia legyen, tehát fogadjuk el, ha elfogadható, mondjuk 170 és 200 közt a válaszokat. Jó, akkor én meg a következőt javaslom, hogy jött igen, összesen 383 megfejtés, amiből, igen, ahogy látom, jött egy olyan, aki pontosan megírta, azt hiszem, ő kapjon egy könyvet, így és van, sorsoljunk még egyet. Egyet értek. Szóval 1 és 383 között szeretnék kérni egy számot.
49. 49-es, Márfai Ferenc a 49-es, és Szűcs Ferenc egyébként, aki pontosan megtippelte, hogy 183 hadihajó alkotta a blokádot Kuba ellen. Úgyhogy gratulálunk a szerencsés nyerteseknek, és játszanak a következő kérdésünkre is, amit az imént ismertetett a tanár úr. Ez volt a mai műsorunk. Nógrádi György, köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen. A hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, nagyon szép szombatot kívánok, most mondanám, hogy visszafekszem aludni, de hát javában zajlik a nap, úgyhogy nem. Mindenkinek legyen szép a napja, viszontlátásra, viszonthallásra.